Ismét jön egy rövid üzenet. A koronavírus járvány második hullámában ismert művészek, zenészek hívják fel a figyelmet a maszkviselés fontosságára, ami segíthet a járvány terjedésének megfékezésében. Minden nap mutatunk ezekből önöknek. Most a Sugarloaf gitárosának, Tóth Szabolcsnak a gondolatai következnek. A következőkben a maszkviselés fontosságára szeretném mindenki figyelmét felhívni. Márciusban még mi is azt kértük, hogy mindenki maradjon otthon, hát hogy így el tudjuk kerülni azt, hogy tömeges megbetegedések legyenek. Aztán elérkeztünk az őszhöz, és a vírus újra itt van, és eléggé durván támad. Úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb védekezés az, hogy maszkot viselünk. Nem egy nagy dolog, egyszerűen csak fölveszük akkor, mikor kimegyünk az utcára, bemegyünk egy boltba, találkozunk a barátainkkal, hiszen felelősséggel tartozunk egymásnak, ezért nagyon fontos az, hogy védjük is a saját, illetve a másik testi egészségét. Nagyon sok helyen látom azt, hogy fölveszik a maszkot, és nem helyesen hordják. Valaki lehúzza az orráról. Tudom, nekem is van szemüvegem, én is tudom, hogy milyen az, amikor bepárásodik, de próbáljuk meg azért ezt helyesen viselni. Nem az orr alatt, és nem is így. Ez a legdurvább. Ezt nem is értem, hogy emberek miért hordanak így maszkot. A helyes dolog az, hogyha az orrunkat és a szánkat is eltakarja. Nem egy olyan nagy dolog. Ki lehet bírni? Úgy gondolom, hogy mindannyian ki tudjuk bírni, annak érdekében, hogy felelősségteljesen viselkedjünk, és ne adjuk át, vagy ne kapjuk el ezt a vírust. Próbáljuk meg együtt átvészelni. Nagyon fontos ezért, hogy mindenki hordjon maszkot.